Minden év júliusában élettel telik meg a Gólyavár környéke. Szakemberek és diákok már 3 éve azon dolgoznak, hogy feltárják a múltat. A munkálatokat 2014-ben kezdték meg, azóta Berta Adrián régész vezeti az ásatásokat. Elsősorban a déli palotaszárny keleti oldalán végeztünk munkálatokat az elmúlt évben, illetve az idei év során. Ennek elsősorban műemlékvédelmi okai voltak. Az itt munkálkodóknak az elmúlt 2 évben sikerült meghatározniuk a vár kiterjedését, a főbb építési periódusokat, és egy vázlatos képet kaptak a vár történetéről és a lelőhely szerkezetéről, mondta el nekünk Berta Adrián régész. Tavaly találták meg az első aranyleletet, egy fülbevalót, idén pedig egy aranygyűrű került elő. Most egy héttel ezelőtt találtam meg az második aranytárgyat, mint a vár ásatásai során, és... Elmondod, hogy mit láthatunk? Hát ez egy középkori aranygyűrű, csak annyi a sajnos a hibája, hogy hiányzik belőle az ékkő. De egyébként szép állapotban van egészen. Zalán abban reménykedik, hogy a gyűrűbe való ékkő is előkerül valahol. A Gólyavár feltárási munkálataira sok visszatérő diák jön segíteni, van, aki egészen messziről érkezett. Én alapvetőleg Békés megyei származású vagyok, és ráadásul nem is régészetet tanulok, tehát én egy növényorvos hallgató vagyok most jelenleg Gödöllőn, és tavaly egy családi nyaraláson éppen pihenőnapot tartottunk, miközben én felfedeztem a város, mert unatkoztam, és hát a helytörténeti múzeumban hallottam azt, hogy szívesen fogadnak itt önkénteseket, úgyhogy hát kijöttem ide, tényleg szívesen fogadtak, egy-két napot itt eltöltöttem, ahogy besegítettem az ásatásba, és hát most visszajöttem. Berta Adrián a feltárások vezetője reméli, hogy a következő alkalommal is visszatérnek a segítői, és újra egy kellemes hangulatú csapat áll majd össze 2018-ra is.